Köszöntöm Önöket, a vendég messziről jön, de hát nem annyira nagyon messziről, és ő merre tart, igazából ezt próbálnám kideríteni. Közben történik útközben vele sok minden, amit meg is örökít, mert hogy az az ő dolga és munkája, hogy megörökítse azt, amit lát maga körül, akár a saját életében, akár a miénkben, ami szintén összefügg a sajátjával is. Na, hát ezután a bevezető után lássuk, hogy ki a vendég. Grecsó Krisztián, 45 éves író, költő. Először tanítói diplomát szerzett, majd a JATEM magyar szakán végzett. Újságíróként kezdte pályáját, volt a Nőklapja szerkesztője, 2009 óta az Élet és Irodalom prózarovatát vezeti. Legsikeresebb könyvei a Pletykaanyú, a Megyek utánad, a Mellettem elférsz, a Vera, társszerzője a Pál utcai fiúk című műzikelnek. Drámáját, a Cigányokat a Katona József Színház mutatta be. A Rájátszás énekelt vers alkotó műhely tagja, dalszövegeket és zenét ír. A Grecsó Hrutka tandemben és a Pici Szívtán zenekarban gitározik, énekel. Bródi Faludi Déri, József Attila díjas, szülőfalujának, Szegvárnak és lakóhelyének a 13. kerületnek is díszpolgára. Párjával egy kislányt fogadta körökbe. Hannát, aki már nem is annyira pici. Örülök, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást, szavaszágon. Gondolkoztunk rajta, hogy voltak éppen az, hogy író, íróköltő, írózenész, író előadó művész, hogy igazából mi minden vagy te valóban? Én hitem szerint mindig ugyanazt csinálom. Mesélek. Mesélek versben, mesélek történetben, és az, hogy egy költő előadja a verseit, az egy hagyományos ügy. Egy elég régi... Író-olvasó találkozó, például, hívták ezt régen. Például ott is előadták, de a Sebő mesélte nekem, hogy amikor a táncház mozgalom indult, és azzal párhuzamosan ugye ők az énekelt vers projektjüket is csinálták, amit akkor népzenével ötvözték a verseket, Vörös Sándor, Nagy László, Féja mentek, énekelték, ott voltak velük, mondták a verseket. És ugye most is vannak mondjuk slammerek, akik ilyen rapszerűen előadják a verseiket, hogy kántálva néha, tehát az előadás része a versnek. Ők sem lettek rapperek attól, mert mondjuk oda mentek. Tehát én azt gondolom, hogy amikor a vers előadásában részt veszek, az akkor, hogy médiuma vagyok a versnek, az abba a hatástörténetbe tartozik, amit mondjuk Patti Smith-től mondjuk Wisockyig lehet meghúzni, és itt most nem merném mérni magam senkihez, nem arról van szó, hanem az elvről, és mondjuk nálunk Cseh Tamás volt egy különös krónikás ilyen szempontból. De ő nem magának. Erről van szó. A nagy különbség. Ő azért volt különös krónikás, mert ő a Bereményi Géza szavait használta döntően, vagy a Csengei Dénes szavait, mikor kiét. Itt meg az a helyzet, hogy itt is nagyon szöveg alapúan mesélve vagyok én ott jelen. És igazából a magja mindig ez, és mindig közös, és nem azért kértem, hogy hát én egy író vagyok, meg egy költő, aki mesél mindig. Költő az furcsán vagy, mert úgy kezdted. Így van. És aztán úgy fogtad és leraktad, hogy miért arra lehet, hogy érdemes majd visszatérni, mert szerintem az egy folyamat, amin keresztül mész. És most hirtelen megint költő vagy, valahogy visszataláltál ehhez, azt gondolom, hogy traumákon, meg örömökön keresztül. És ez egy furcsa dolog, hogy ezt találtad a leghasználhatóbb eszköznek ahhoz, hogy ezeket kiírd magadból. Azért, mert a létezésben a nagy traumáknak, meg a nagy örömöknek annyira közhelyesek a történetei, olyan nehezen elmondhatók, mert a lényeg mindig belülről zajlik. Egy belső leltár a lényeg. Most Isten ne adj, hogy így történjen, de mondjuk vegyük azt, hogy ne adj Isten, elveszted a munkádat. Nem, te akkor mondjuk általános alanyba fogalmaztam. Valaki 20 évet beleölt egy munkába. Az alatt az ő élete megváltozott, a személyisége megváltozott, a családja alakult valahogyan. Na most, hogyha őt kiteszik, akkor mit tud mondani erről? Mondjuk a barátjának beülnek egy sörre, a barátjával is mesél valamit, mit? Elmesélte, hogy a HRS mit mondott, történetileg mi történt? Semmi. A lényeg, a leltározás belülről zajlik. Mit áldoztam magamból ezért? Megérte, én mit változtam benne, kiégtem el, hogy alakultam? Minden belülről zajlik. Még egy munkahely elvesztésekor is. Nem beszélve arról, ha mondjuk valaki kénytelen elhagyni a hazáját. Beteg lesz. És ugyanez az ellenkező oldalon, a gyermekvállalás,
mondjuk, vagy a nagy boldogságok történetei banálisak, nem mozdulnak, szinte nem történik semmi, ha boldog vagy. Vagy ha mondjuk... El is felejtjük. Igen. Az érzést elfelejtjük, a fájdalmat azt nem, nem a fizikai fájdalmat, hanem milyen rossz volt nekem. De hogy milyen jó volt nekem, azt simán elfelejtjük másnapra. Már csak kesergünk valamiért. Én a múltkor most megpróbáltam megint egy ilyen helyzetet, hogyan írod meg azt, hogy kiúsz a pároddal egy tica is stégre, és mindennél boldogabb vagy. Ültök azon a stégen, egy egyszerű kis rozog a stég, megy a tisza a lábad előtt. Akkor most mi történik? Történik valami? Nem. A konkrét boldogságban nem történik semmi, és a versek azért találták meg ezt, mert úgy működik, mint a szent szöveg, hogy metaforikus. Tehát aki nézi, az olyan, mintha egy tükörbe nézne, nem pedig a szöveg van ott jelen. A szavak nem konkrét jelentéssel bírnak, hanem mint metafora lánc egészen mást építenek fel, és az a nagy allegória, az meghozhatja azt a fölismerést, hogy ja, hát igen, amikor én ott leltároztam, akkor mit vesztettem el, mit találtam, mit fedeztem föl, és nekem mondjuk a magamról többet esetében ez a két véglet nagyon konkrét volt. Mert hát azt is megéltem, annak a hétköznapjait is, hogy arról sem tudok mesélni, hogy micsoda drámai dolog szülővé válni, micsoda csodálatos, szakrális élmény, hogy az micsoda leltár a gyerekkorodból, hogy milyen tárnák nyílnak ki. Hát arról lehet mesélni, hogy alszik-e a gyerek, vagy nem. Hagyja aludni, vagy igen, nem. Jön a foga, vagy igen, nem. Igen. Persze. Banális történeteket, és ehhez jó a vers, ehhez nekem rendkívül sokat segített, és én úgy érzem, hogy az olvasók ezt megértették. Megértették sokan már azt a mondatot, hogy amit nem is szabadna kimondani, és amit sajnos középiskolában még mindig mondanak, hogy amit akart mondani a költő, az egy nem érvényes, az nem létezik. Az matematikává alakítja a verset, meg a prózát, mert én ezt értem, hogy a közoktatási szempontból volt funkciója. De épp a lényeget, hogy meglátja-e magát a szövegbe a gyerek, vagy nem, azt veszi el. Hát mit mond ez a kérdés? Azt mondja, hogy a költő az egyenletet megírta, X egyenlő valami, és ha te elég ügyes vagy, akkor rájöksz. Ez egy rögzített pont, hogy erre gondolt, és kész. Így van. Na most, hát... Gondolta a fene. Is így van. Ha igen. Minden igaz, fejesedre, de lehet, hogy mástól származik. Sok gazdája van ennek a mondásnak. Úgyhogy azt az élményt, hogyha mondjuk egy regényt olvasol, akkor a saját nagymamádat látod ott, meg a saját fájdalmaidat, benne van a teljes múltad, előítéleteid, vágyaid, mindaz, ami te voltál egykoron, azt így tükrözi vissza a szöveg. Ez, ugye ennek a varázsát veszi el, amit akart mondani a költő. Hát igen. Viszont eltelt két évtized, amíg látszólag nem írtál verset. Lehet, hogy a fiókban volt, és lehet, hogy egyes megjelenések azért előfordultak, leginkább szövegeket írtál, és nem verset. Így van. Megvan a pillanat, amikor elkezd formálódni egy vers, hogy megint verset írok? Hát nagyon köthető a traumához, tehát a műtét után és a kezelések előtt egyszer csak elkezdtem. Akkor indult el a balázsolás ciklus. Nem kell mindenkinek tudnia, hogy átestél egy betegségen. Bocsánat, teljesen jogos. És ezt azért érdemes mondani, mert szerintem a te történetednek, ahol most vagy, annak a történetnek egy alapvető fordulata. Így van. A te betegséged. Így van. Így van. Én kikerültem a sorsomból néhány évvel ezelőtt, teljesen banális, egy hétköznapon mentem át a Ferdinánd hídon, mentem dolgozni, és a híd elején még ott voltam a sorsomban, és én voltam az, aki, és a szerkesztő, aki megy dolgozni, a híd végén meg ott volt egy hatalmas daganat a nyakamon. A híd ideje alatt, az alatt a másfél perc alatt a már ott növő daganat kibukott a billentő izom mögül. Természetesen nem a bapjában nőtt ki, hanem a belülről nőtt. Csak odáig nem tudtad, hogy van. Így van. Hát addig nem érzékeltem. Fájdalom nem volt. Rögtön tudtam, hogy nagy baj van. Ezt úgy érzi az ember. Nagy baj is volt. És kedről szerdára elvesztettem a sorsomat, az életemet, a kulisszákat. Tulajdonképpen egyik pillanatra másikra nem járhattam be dolgozni, mindent le kellett mondani, és ez hát tulajdonképpen egy évig a Kék Golyó utca és egyéb helyeken éltem.
Ez ugye lelkileg is egy egészen különös kanossza, és egy nagyon fontos dolog ma a magyar társadalomban, hogy ehhez nagyon kevés segítséget kapnak azok, akik ezt átélik, és a család sincs erre legtöbbször fölkészítve. És ugye, ha valakivel ilyen történik, akkor ő maga is fölteszi a kérdést, hogy miért velem, tehetek-e róla, hogy velem ez történt. Ha a lélek és a test összefügg, akkor úgy éltem-e, hogy valamilyen módon a testem kommunikálja azt, hogy én hibásan éltem, elindul az önvád, az öngyűlölet legkülönbözőbb fokozataiban, és mindez a kezelések és a borzalmak és a fájdalmak alatt. Tehát ez a kettő úgy együtt, és még az nagy önvádak előtt indult el és az öngyűlölet előtt már elindultak a versek, akkor még Babicsra nem találtam rá, még akkor nem kezdtem el mindenféle ilyen orvostörténeti könyveket, meg osztalógiai közleményeket, meg ilyeneket olvasni. Amit aztán igen. Ami pusztító, mert minden második mondatban azt látod, hogy neked véged. Képzeld el, hogy én inkább engem történetileg érdekelt. Tehát mondjuk Babicsról, meg Kosztolányiról olvastam cikkeket. Ugye Kosztolányi is daganattal küzdött, ugyanez, és nagy részletessége le is írta, hogy vele mi történt. Rengeteget nyilatkoztak róla, a kifejezetten, sőt megírták. És a Babics tisztasága, meg őszintessége nekem nagyon imponált. Az a fajta könyörgés, őszinte könyörgés, ami minden póz nélküli. Nincs benne ez, hogy én nem félek a haláltól, hogy én bátor vagyok. Nincs benne ilyesmi, hogy én csak a családomat féltem, meg efféle ilyen hívság. Ezek pózok? Lehet, hogy nem azok. Mindenki története más. Én akkor úgy láttam, hogy azok. És nekem akkor sokkal, de sokkal őszintébb volt a Babics féle tiszta könyörgés. Hát aki az élet értelme. És így van. És azt mondja, hogy én ezt az életet szeretem. Én még szeretnék élni. És ugye a Szent Baláshoz könyörögvén ugyanúgy ugye a nyaki hangi ügyek, hát ott nekem az démoni volt, ha belegondolsz, ugye a Babics története az egészen megdöbbentő, neki a hangja is megmaradt felvételeken, ráadásul abból az időből, amikor már beteg. Kimegy Stockholmba, kap egy kezelést, visszajön, néma. És szépen lassan visszajön a hangja. És felveszik az esti kérdést, megvan, a YouTube-on meg lehet hallgatni, nem jó, nem jól mondja, a mai fülnek nem furcsán jó. Furcsán deklamál, igen. De érdekes, hogy a hangja is... Egy másik stílus is volt, hogy akkoriban a vershez nyúltak, míg a színészek is, tehát teljesen máshogy mondták. És megvan a hangja is, és a némasága is, mert a némasága meg ott marad a beszélgető füzetekben. Neked volt beszélgető füzetet? Ugye te se tudtál beszélni. Nem, meg... Te tényleg nem tudtál beszélni egy ideig. Megnémultam teljesen. Volt, hogy valamiket megírtam a feleségemnek levélben, mert ugye ő bejárt dolgozni, és akkor, ha úgy volt, akkor írtam neki levelet, hogyha valamit nagyon el akartam mondani. Tudom, az nagyon különös felismerés, hogy hát a feleségeddel alapvetően mozdulatokból értitek egymást. Hogyha ilyen kiszolgáltatott a helyzet, akkor meg azért alapvetően egy elemi diskurzus zajlik. Tehát ennyiből tudta a feleségem, hogy mit akarok mondani. Nem kellett már, nem hiányzott, nem kellett leírni, nem kellett megszólalni. És igazából annak a némasági fogadalmaknak, meg a némán végig gondolt napoknak, a néma meditálásnak az erejét, akkor én megértettem. Én előtte ebbe alapvetően nem hittem volna. De akkor ott kiderült, hogy igazából tökéletesen meg lehet lenni beszéd nélkül, és ugye két megrázó szembesülés se volt a hiúságomnak. Az első, hogy remekül megy az élet nélkülem, a legszűkebb életem is, amiről azt gondoltam, hogy azért onnan legalább hiányozni fogok. Az is működik. A második, hogy nem kell megszólalnom, mert hát igazából már a lényeges dolgokat elmondtam a feleségemnek, amit meg akarok, hirtelen azt meg tudja. Úgyhogy megvoltam.
Azért ez sokkoló. De látom, szívesen megint azonnal a hang jelezte. Azt mondod, ez az? Szerintem szívesen rögtön, hogy Ha már a pszichédről beszélünk, ha a verseket olvasom, és nem felejtem el az első versort, majd visszatérünk mindjárt rá, nem engedlek ebből ki, akkor egy kicsit azért ez olyan, mint a pszichológusnál az akarsz beszélni róla kérdés. Feküdj le, és akarsz róla beszélni? Igen. Tehát, hogy az ember úgy sorról sorra, versről versre veled mehet az állapotodon keresztül a boldogságig, mert hát hiszen azért ez abba torkolik, és ez egy nagyon fontos feloldozás, az olvasónak is, nem csak a szerzőnek, a kínok közül. De azért ez egy nagyon furcsa kivetkőzés. Tehát, hogy nem merik, nem szoktak költők önmagukról ilyen első személyben nagyon mélyeket írni. Vagy nem divat, nem tudom. Mostanában valóban van egy ilyen tárgyas hullám, akár történetmesélő, elbeszélő költeményeket sokan írnak. De hát, ha hiteles akarsz lenni, és azt akarod, hogy a te szűrődön keresztül menjen az egész, és azt arról úgy beszélj a világról, hogy te látod, én csak így tudtam. Nagyon alanian, nagyon őszintén. És azt éreztem, hogyha itt egy picit is mismasolok, szemérmeskedek, illegetem magam, az egész úgy, ahogy van, hamissá válik. Tehát akkor összedől. Úgy, ahogy van, összedől, és semmi értelme. Tehát ha nincs az a hitel, hogy aki trauma ért bármilyen, tehát nem kell, hogy betegség, mondom, egy válás, a családtag elvesztése, az bele akar nézni ebbe a tükörbe, vagy nagy boldogság, és ott azt látja, hogy a kép torz, akkor nem akar többet belenézni. És ezt én mindig is vállaltam, tehát én mindig is ilyen radikálisan őszinte ember voltam, a Karint is van, akkor elmondom hát mindenkinek. Tehát, hogy ezzel a kitárulkozással éltem meg ezt az egészet, és egyébként most ebben a Valami népi című új kötetemben, ami most jön majd, ebben vannak olyan szövegek, amikben végig gondolok dolgokat, és van egy szöveg, ami ugye arról szól, hogy a sugárkezelés hogyan zajlik, és ezt próbálom egy picit, hogy nem is picit, erős iróniával kezelve végig mutatni azt a helyzetet, ahogy a régóta odajárók a civileket, az újonnan érkezőket látják és kezelik, és hogy működik, és közben zajlik egy csoda, hogy elég gyakran, ahogy ott mi ott ültünk, és hát sajnos órákat, vagy még többet, tehát 4-5 órát is várva az időpontra mész, akkor esetleg 3-4 óra múlva sorra kerülsz, a kezelések alatt előfordult, hogy egy kisfiú jött ki, egy ilyen 5-6 éves forma kisfiú, aki teljesen kopasz volt, csontsovány, vékony, és ő is ugye megkapta a sugárkezelést. Jött ki, és ő már akkor is maszkot viselt. Ez ugye a Covid előtt van, tehát akkor a maszk teljesen, nagyon fura dolog. A saját immunrendszerű. Így van, és őt kellett védeni. Persze. Mindig jött kifelé, az egy szűk folyosó a föld alatt. Pokoli. Jött ki ott, és lehúzta mindig a maszkot, és mindig rászólt az anyukája, hogy tedd vissza a maszkot, kisfiam, tudod, hogy... De mindig lehúzta. Mert akkor nem tudott volna ránk mosolyogni. Jött végig, és mindenkire rámosolygott. Én azt gondolom, hogy nekem ez a Jézus mosolya, de aki mondjuk anyagelvűen akarja fölfogni, annak is az is érezheti, hogy az valami más. Tehát, hogy ő adjon erőt, az akkor is, tehát egy szima pszichológiai elvben is hihetetlen. Remélem, jól van. Ugye nem beszéltem vele, nem, névről nem ismerve. Amit az előbb mondtál, hogy van egy hierarchia a régiek és az újak között. Az ember erre nem is gondol. Tehát, hogy társadalmi rétegzettsége van a kezelésre váróknak. Igen. Egészen furcsa. Hát kicsit varázshegyes, Thomas Mann helyzet, hogy a rutinos kezeltek a látni, ahogy a megérkezik az, akinek most omlott össze a világ, ugye nyilván. És akkor összenéznek a régiek. Hát igen, hogy azt hiszed, hogy így. És közben nyilván neked is nem olyan régen omlott össze, tehát hogy azért emlékszel rá, hogy összeomlott, tehát nem olyan különös ez. Szóval efféle dolgokat is megpróbálok ott földolgozni. Van ebben szolidaritás emberek között? Vagy inkább pontosan ez a föntről lefelé, hát én már tudom.
Én azt remélem, hogy akkor lehet, vagy akkor erősödhet, hogyha a halál nem lesz tabú. Ugye a szocializmusban elindult ez, hogy a halált eltávolítani magunktól, a haldoklót eltávolítani magunktól, a kórházi ellátás fejlődött, nagyon sok minden alakult, és magányosan a kórházba halni meg. Sem a falusi, sem a városi közösségekben ez nem volt előtte a családi törvényekben. Hát a legelemibb dolog volt, hogy ott voltak amellett, aki haldokott. Sőt, hát otthon halt meg. Az erről van szó. Persze. Elbúcsúztak egymástól, elbúcsúztak tőle. Na most a halál tabusítása, ez az én logikám, nem tények ezek, én szerintem hozta azt, hogy az oda vezető út is tabu lett. Vagyis mondjuk egy betegség, az már stigmatizál. Mert hát akkor te már itt tartasz. Hogy azt vagyunk képesek mondani, hogy gyógyult rákbeteg, ahol a rákbeteg a jelzett szó. És hogy a gyógyult csak a jelzője. Hogy ezek mind afelé visznek, hogyha ezeket mind eltartjuk magunktól, akkor kozmikus magányba kerülünk, ha velünk történik meg. Illetve azt az illúziót erősíti, hogy ez velünk nem történhet meg. Tehát akivel megtörtént, az tehet róla, hogy ő vele megtörtént, mert ő a hibás. Sokat gondolkoztál ezen? Elég sokat beszéltem is róla, meg a rehabilitációban, amiben részt vettem, ott többször, különös módon a Covid miatt ezt végig kellett gondolnom. Járok aktívan gyógytornára, azóta is, és a gyógytornán, megkérte a gyógytornászom, Kapitány Zsuzsának hívják, megérdemli, hogy elmondjam a nevét, hogy a hallgatóknak ilyen anamnézis, titkos anamnézis interjúkat vegyünk már fel, mert nem tudnak a hallgatók gyakorolni. És hát hogy legyen gyógytornász, és legalább anamnéziseket vegyünk végig. És akkor azok a nagy interjúk hozták ezeket a gondolatokat, meg akkor mondtam végre őket ki, meg például azt is, hogy milyen különös másodlagos magányérzés, ha valaki egy nagy traumán túl van. Ugyanis legyen az, megint mondom, nem feltétlenül egy betegség. Akkor a közössége, a családja azt mondja, jaj, de jó, hogy túl vagy rajta, látod? És kipipálták. És kipipálják, abban a pillanatban. Az illető, aki úgy, ahogy visszakapja a sorsát meg az életét, az viszont akkor szembesül vele, hogy miket vesztett. Fizikálisan, mentálisan, időben, elteltek évek, mondjuk, a kezeléssel. Két év után körbenéz, és a világ nem ott tart, ahol tartott. A munkahelyén ő egy senki, és a többi. Na most ez mind akkor szakad rá, ráadásul még mondjuk nem teljesen egészséges, vagy még bármi lehet. Segítsége nincs, örömérzete kell, hogy legyen, ezt kell, hogy hangoztassa, és ez így is van, hát mégiscsak túlélte, vagy valahogy túl van a krízise. És ezekben a helyzetekben kell szerintem a szakembereknek nagy segítséget adni. Például egy gyógytornásznak. Szerintem egy mai fiatal gyógytornász nem tudja, hogy ő rajta mekkora lelki teher lesz akkor, ha mondjuk egy bármilyen krízis utáni ember ott van, egy baleset után, aki élte szépen az életét, családja van, kisodródott az útról, és most ott van, könnyes szemmel ott bejön, és nem tudja felemelni a kezét. Igen, van egy régi emlékem, egy közeli barátom volt nagyon beteg, és kérdeztem tőle, hogy vagy. És egészen megütött, elkezdett velem kiabálni, ő megengedhette magának, hogy kiabálja velem, hogy hagyjál már békén ezzel a baromsággal, mi az, hogy vagyok? Te is így voltál vele? Volt, hogy így volt, nagyon dühös voltam, én a szolidaritást tudtam nehezen kezelni. Ha sokat gondolunk rád, hiányzol, együttérzünk, ezeket én nagyon hamisnak éreztem. Pedig igaz lehet ám. Hogyne. Csak azt a mélységet nem élik meg, amiben te vagy. Meg neked is, meg ugye, hogyha az öngyűlöletből még nem jöttél ki, akkor ezt az öngyűlölet fokozataiban fogadod. Ugye nekem két nagy ilyen segítség volt, vagy ilyen határozott rögzített pont. Az egyik, hogy kaptam egy Tamásiban élő pedagógustól egy hatalmas mappát. A feleségemnek küldte el a magvetőbe, ő hozta haza. Képzősök járnak, tudod, ilyen óriási mappákkal. Ilyen, rajzmappa. Mit tudom én, hanyas óriás. Olyannal állított haza, és a Kovács Zsuzsanna tanárnő hajtogatott nekem 1000 darut, egymaga.
Ez ugye tudod, egy origami darut, tehát ez egy japán szokás, vagy hát egy legenda, hogy akinek hajtogatnak 1000 darut, az meggyógyul. És lett 1000 darut. Soha életünkben nem találkoztunk. Csak hallott róla, és elküldte nekem. A másik akkor, tehát az azért, tehát az nem hagyott hidegen. Tehát azt nem tudtam az öngyűlöletet, tehát az kizökkentette az öngyűlöletet. A másik meg Bárni Zsák atya fölhívott, ő a Bakony Béli monostornak a perjele, az atya, hogy hát hallom, mi van veled, szívesen elmegyek, beszélgessünk. Nem ismerted korábban? De jóba vagyunk, meg nekem egyfajta ilyen lelki vezető. És mondtam neki, hogy hát Izsák, ne gyere, mert nagyon rossz formában vagyok. Hitevesztetten, gyűlölködve, ne gyere. És azt mondtam, nagyon szellemes volt, és hát, hogy nem akkor van érem szükség, amikor minden rendben. Hát nem azért megyek, hogy jó, hát, mert ott jó, hanem hogy hát éppen most kell, hanem amikor minden rendben van veled, akkor majd el. És eljött, és a beszélgettünk, és akkor megkérdezte, hogy nincs kedvem lemenni, sétáljunk egyet. Olyan lassan, óvatosan, hát megy az még. Lementünk a Szent István parkban, és akkor ott szépen ott így köröztünk. És akkor megkérdezte, hogy nincs kedved gyónni. Izsák, itt? Sétálva Szent István parkban? Itt? Hát mi? Ki akadályoz meg benne bennünket? Az is hétköznap délelőtt volt, lélek nem mozdult. Mondtam, jó. És ott sétálva. És tudod, hát egy olyan gyónás, amiben már hát úgy érzed, hogy most, ha most nem, akkor mikor vagy őszinte. És az. És akkor az olyan, hogy is mondjam én, azelőtt én nagyon szemérmesen erről egyáltalán nem beszéltem, én egy nagyon erős katolikus családból jövök, nekem ez kisgyerekkorom óta nagy küzdelmem, állandóan keresem, állandóan elvesztem, örökké vitatkoztam, kerestem a lelkivezetők társaságát, de én erről nem beszéltem soha. Pont a küzdelem miatt hiteltelennek éreztem volna. Azt éreztem volna, hogy mert folyton elvesztettem, meggyengült, folyton, meg azt is, hogy nem az én dolgom. Én nem vagyok én prédikátor, hogy bárkit meggyőzek. Én most se akarok meggyőzni senkit semmiről. Tehát én tükröket tartok, aki abba belenéz, az életről. Mesélek történeteket, ez az én dolgom. De ugye nekem annyira ezek a fázisok olyan hihetetlen lelki leltárak voltak, hogy ezt nem tudom, tehát erről nem lehet enélkül beszélni. Őszintétlen, ez most meg a másik oldalról lenne őszintétlen. De hát gondolom, az alapvetően azért nem... Eszterházi használta ezt a szót mindig, hogy az anyagelvűek, ez az anyagelvűeknek se taszító. Meg azt gondolom, hogy egy hívő ember érti azt, hogy az ember vitában áll, hogy persze. Kérdései vannak, hogy nem érti a válaszokat. Kérdeztem valamit, de ez most micsoda? Mint hogy nyilván egy beteg ember nem érti, hogy pont vele. Így hogy van. Történhet ez meg? Hogy hol van az ő istene ilyenkor? Igen. Miért? Gondolom, ezt feltetted, ezt a kérdést 1000-szer. Ha, persze. Az öngyűlöletre, egy mondat elejéig visszatérve, nem volt az tanás? Mert neked az arcodon látszott a betegség, ami egy speciális helyzet, de ez a szakál, ez segít, eleve megváltoztatja az ember arcot. Azért van? Azért. Takar, a szakál az mindig takar. De szóval csak azt akartam mondani, hogy nem mondta senki, a feleséged, hogy szedjük le ezeket a hülye tükröket, nem kell ezt neked nézegetni. Nem, mert ezek szoktak a legegyszerűbb válaszok lenni a problémára nyilván. Hát nem nézegettem magam, az biztos, tehát ezzel nem foglalkoztam, vagy ilyen testi ügyekkel, akkor nem igyekeztem nem foglalkozni. Egy idő után olyan kába voltam, hogy tehát ezekkel nem, a napi küzdelmek azok elveszik ezt. Egy ponton túl nem szemben. Így van. Nem. Az első versor, oda azért menjünk vissza, mert hogy ebben az állapotodban írtad. Ebben a harcos, önostorozó, öngyűlölő, ahogy te mondod, ebben az állapotban jött az első néhány sor, nem? De legalábbis a kötetből nekem így tűnik. Így van, az volt az első ilyen sor, hogy mint akinek hagyaték az árnyéka. És ugye ez a vers indult meg elsőre, és aztán ugye jött a Pilinszkihez való odatalálás, hogy nyilván ott az apokrif keresése,
akkor nyilván a sokat emlegetett Babics nyitott meg nagyon-nagyon erősen. Úgyhogy ezek a pillanatok ott az egész előtt még, és aztán jött a nagy kávária, és utána még hosszan a kifelé jövett, és mintha csak eltettem volna a dunsztba, kinyitottam és írtam tovább, amikor a vége volt. Hát én egészen különös történeteket tudok mesélni így az emberi helyzetekről. Ezt meg is írom a Valami népiben, ezt a történetet. Egy ilyen egészen pokoli kemó voltam, hát tényleg különös dolgok zajlanak. Tehát a folyosón teli emberrel ott kapják a kemót, a földön ülve, tehát ugye valami egészen különös helyzetek. És én leszédültem a székről, ezért betettek egy ágyba. Biztos, tehát nem voltak elég óvatosak, mert azt gondolták, hogy fiatal vagyok, én még fogok bírni egy széken ülni, nem bírtam. Betettek, mindenesetre ott voltam egy szobában, és ott van ilyen, tudod, az a nővércsengő, ami arra szolgál, hogy megnyugodjál. Tehát, hogy megnyomod, és akkor nem érdekes az élet. És kiment a feleségem szólni, hogy már lecsöpögött az egyik ilyen lópikula, és a Marton tanárúrral, Marton Lászlóval összefutott a folyosón. Aki hát ugyanazért volt ott, mint én. Csak még várta a kezelést, és mondta neki, hogy hát Laci, gyere már be, hát ott beszélgessetek már kicsit. Nagyon rossz az van Krisztián, hát ha jót tenne neki, hogy mindez a klinikáknál az ablak a fűvészkertre néz. Pár utcai fiúk. Akkor fejeztünk be a pár utcai. Ott vagyunk mind a ketten, mint két megbetegedett, kiöregedett pár utcai. 20 év múlva, 30 év múlva, mit tudom én, hogy mi legyen a történet címe. Bejön a Marton. Ő ízig-vérig pedagógus volt, és elkezdte mondani. Tehát abban meglátott, látta, hogy mi baj van, itt nincs appelláta, nem lehet lelkizni, nem lehet sajnálkozni, és elkezdett dumálni. Mintha ott vehetné föl a fonalat, ahogy abba hagytuk. Hogy mintha még mindig egy jelenetet kéne íratnia velem, mert ez még mindig nem jó, meg az, hogy kéne, meg akkor. Tehát akkor nagyon jó, akkor Csónakos felel, jó? Akkor Lottó példa, mert oda kéne még egy jelenet, azt írd meg, az nincs a regényben, de az úgy oda még akkor. És ezt elkezdte csinálni, de olyan lendülettel, meg úgy, hogy hát egy ilyen egész burokba kerültünk, tehát hirtelen az az illúzió megteremtődött, hogy az életünk, ami volt, az van, ugyan hát nem volt, és bejött egy nővér, az nem a szokás, nagyon nagyszerű nővérek voltak ott, de ott éppen nem a szokásos nővérek voltak, akik nagyon nem kívánkoztak szegények oda, és roppantul túlterheltek voltak, és nagyon ideges volt az a szegény nő is. Ránézett a Marton ebben a svunkban, ekkora szemben, hogy képzelje, mi Pál utcaiak vagyunk, mondta neki, hogy átélve a szerepet, ránk nézett, ugye hát az ember... Bármennyit olvast a Pál utcait, nem így képzeli a Pál utcaiakat, mint ahogy mi akkor ott kinéztünk. És azt mondta, hogy nem érdekel. És kiment. És abban, hogy... És egy pillanatra álltunk, és aztán őrületesen elnevett. Tehát, hogy egy nagy nevetésbe törtünk, hogy nem érdekel, magunkra maradva ezzel az illúzióval, meg az egész. És hát ilyen történeteket tudnék még itt még. Csak gondoltam, ez olyan... kiemelendő, vagy hogy is mondjam. Megírtad. Igen, benne lesz a Valami népiben. Igen. A Valami népi már a címében is, hát ironikus. Igen, így van, Pimosz. Igen. Veled szoktak ezzel példálózni, hogy a vidéki fiú, a falusi gyerek, aki felkerül Pestre is, és az micsoda életút. Ezt te így éled meg? Tehát szintén így látod magad, vagy pont arra utal ez a cím, hogy na hagyjatok már ezzel a baromsággal békén? Utal egy kicsit erre, tehát hogy akar pimaszkodni ezzel a dologgal, meg azzal a könnyedséggel, hogy megbékéltem ezzel. És azzal az otthonossággal vagyok itt ebben a városban, meg a kerületemben, hogy én ott tényleg otthon vagyok, és ez nekem egy biztonságot jelentő közeg, és ehhez az kellett, hogy én elfogadjam önmagamban a paraszti létemet. Ennek a városnak ezer arca van. Bevallom őszintén, ebben nekem sokat segítettél. Én? Aha.
Egyszer egy interjú után megálltunk hosszan dumálni, hogy ami, hát nem tudja a néző, ezt se kell tudnia, majdnem közvetlen szomszédok vagyunk. Egy utca. Igen. Így van, így van. És hogy a meséltél a házakról, meg a kerületről, hogy mi hol volt, mondtál egy csomó dolgot, információt. Annyira felszakítottad azt akkor bennem, hogy azokon a szálakon elindultam, a parkettagyár, a szemfelszedő üzem, és a többi, ez mind tőled van ez az info, és akkor azokat elkezdtem kutatni, nézni, kikerestem fényképeket, és a többi. Mi derült ki? Alig néhány évtizeddel azelőtt az egy ipartelep, gyárak, munkások, azok az emberek, akiknek ez még jelen valóság, azok még ott sétálgatnak, nyugdíjasként ugyan, de még ott sétálnak, akinek akár az élete volt az az üzem. Ott volt boldog, ott volt fiatal, ami most egy áruház, ami most egy lakópark, ahol még, ő még tudja, hogy ott jött be a sín, és hogy ezek számára is egy ilyen létező múlt. És nekem meg azt kellett, hogy van ez a habitus, amit én hoztam, ez a katolikus magyar paraszt gyerek. És most itt nem az életformára gondolok, nem arra, hogy élek, hanem arra, hogy hogyan reagálok ösztönösen, hogy kezelem a dühömet, hogyan viszonyulok a pénzhez, hogyan tudok örülni. Tehát az elemi, ami megváltozhatatlan magma, ezzel képes vagy megbékélni, ezt elfogadod, kibékülni. Ez a környezet, ami ilyen rétegzett, innen indul, és nagyon sokféle arca van ennek a városnak, és nagyon sokféle társadalmi osztály, nagyon sokféle habitus kerülgeti egymást, ez elfogad téged utána. Azt mondja, jó, te ilyen vagy. Ha te elfogadtad, és olyan volt, mint valamilyen isteni válasz, vagy valami isteni megerősítés, és hát ez elég konkrét, hogy tényleg egy kibékülsz ezzel, megszületik a gyermeked, otthon vagy abban a kerületben, és akkor egyszer csak felhív a polgármester, hogy hát akkor arra gondoltunk, hogy ha elfogadod, akkor neki, hát 45 évesen, hát nagyon aranyosak vagytok, nincs ez korán, hát mi tudtok valamit, amit én nem? Ilyen rosszul nézek ki, vagy mi a baj? Mert ugye az elején is elhangzott, hogy díszpolgára vagy a 13. kerületnek. A gyerek. Ugye, ha már a versekről beszélünk, az egy nagyon furcsa része a magyar irodalomnak, amit te itt most megírtál. Mert hogy talán Szabó Lőrincnek a verseit tudom idehozni, aki a saját gyerekével kapcsolatban olyan szerelmes apaként fogalmazott, mint ahogy te most itt. Csak hát eltelt közben több mint fél évszázad, sőt, hát lassan már egy egész. Miért nem írják meg a költők az érzéseiket? Akad azért, ilyen Juhász Ferenc, Kányádi egy-egy verse, nyilván minden eset a Szabó Lőrinc. Én is abból a misztériumból indultam, ami bennem zajlott. Tehát ugye nyilván az ego magmája a költészet alapja. Én is ebből indultam, és az, hogy ami ott zajlik, annak az átalakulásai az rémisztettek meg, azok hozták azt, hogy na hát akkor tegyük már ezt az egészet mérlegre. Hogy is van? Tehát elkezdett az apám mindennapi gondolatom lenni? Elkezdtek az apám mondásai eszembe jutni? Miért? Hát honnan jönnek ezek a szavak? Miért akarom én ezeket újra használni? Elkezdtek mozdulatok előkerülni. Felnyílt ez a tárna, amiben ott a gyerekkor, és ezt kezdtem el először megírni, csak közben ott volt egy csoda. És a kettőnk viszonyából alakulva jött az, hogy ja, hogy akkor az a helyzet, hogy akkor szülővé válni az egy világképváltás. Az egész világhoz más a viszonyod. Nem ahhoz a 2,70 kg-hoz más a viszonyod, aki ott sír, meg akit belehalsz olyan szép, hanem hogy a világ rezdüléseire másképp reagálsz. És ennek az a magamról többet, ez ugye egy versfüzér, ezt a címadó versfüzért, ezt ennek a változásairól, alakulásairól. Mondjuk például arról az elemi csodáról, hogy van a szívedben egy ilyen legbelső kamra. És hogyha nincsen gyereked, akkor más sem élsz meg, mint veszteségek sorozatát. Ebből a kamrából kifelé szoktak kerülni. Oda ugyanis a legbelsőbe évtizedek munkájával kerülnek be mondjuk barátok. De mondjuk ott a szülők vannak, meg a legközelebbi hozzá tartozók. És egyszer csak valaki képes kedről szerdára oda bekerülni. Hát oda nem került még be így soha senki.
És ráadásul akkor éles könyöke van, mert mindenkit kilögdös onnan. És ott keresi a helyét magának. És ugye annak a láncolatát sem tudtam, és az is mondjuk egy ilyen érdekes helyzet, hogy én nem tudtam, hogy a gyermek megérkezése az a házasságnak ilyenfajta vizsgája. Nekem ezt senki sem mondta. Hogy két ember olyan mélységét mutatja a lényének, amely mélységét eddig nem mutatta a másiknak. Hiába ismered nagyon jól. Hogy beszélsz vele, hogy nyúlsz hozzá, hogy pelenkázol, milyen a másik anyaként, mennyi türelmed van. Így van. Milyen szavai vannak, milyen értékrendet képvisel, azt hogy közvetíti. Hát ez egészen különös, és a nagy családnak is egy gyönyörű átrendeződési vizsgája az ügyben, hogy ki hogyan képes az új pozícióit fölfogni, elsajátítani. Neked otthon van még keresztneved? Vagy Grecsó apa vagy? Apa vagyok, persze, nincs keresztnév. De már a feleséged is simán mondja, hogy apa. Persze. Mi például a feleségemmel elhatároztuk, hogy ez nálunk nem lesz. Szerintem két hétig tartott. De legkésőbb addig, ameddig a gyerek meg nem szólalt. Igen. Mert onnantól kezdve csak őt zavarjuk meg, persze. De hát ezzel az egész élet valóban ilyenné válik. Tehát az, hogy mi a neved, az kevésbé fontos ahhoz képest, hogy apa. És akkor az, amikor az de ő... Ezt miért? Na, de visszakanyarod, te meg tudtad írni. És valószínűleg én azért gondolom, hogy nem véletlen, hogy egy könyvben jelenik meg a betegségedről szóló, teljesen csupaszra betkőzött Grecsó, meg a boldogságtól üvöltő Grecsó, mert hogy mind a kettő ugyanabból a mélységből van. Egyértelmű. Tehát, hogy ki mered írni, hogy ez vagyok én ma? Én nem akartam soha semmikor azt sugallni, hogy én olyan élményeket élek meg, amit más nem. Sőt, minden szövegnél azt akartam mondani, hogy igen, ez az, ami veled történik. Éppen ez az a banalitások mögött, ami veled is zajlott. És lehet, hogy nem mindenki tudatos ennyire, vagy nem mindenki fejti föl, de a mélyben ott volt. És ez nem különbözik semmivel. És ennek a csodája az rengeteg, de rengeteg munkával, és ez nem biztos, hogy minden alkalom ott van a versekben, vagy nem minden helyzetben van ott, de mondjuk a szövegekben már, a prózákban találjukban, hogy mondjuk mi van akkor, ha az a dráma van, hogy nem jön. Mert olyan sokaknak van így, nagyon nehéz ügy ez. Például ránézel egy üvöltő gyerekre, aki másból sem áll, mint eszik és ürít, és hónapok óta téged kizár a világból, meg ha már ezt a metaforát használtam eddig a sorsodból, és nem érzel semmit. Akkor mi van? És ezek is hihetetlen tabu témák, nem lehet a magyar társadalomban most erről beszélni. Arról sem, hogy kitől lehet segítséget kérni, hogyan kell ilyenkor egymással türelmesnek lenni, hogyan kell megpróbálni keresni. Hát ráadásul stigmatizál azonnal a társadalom, tehát ha bárhova ezt kiírod, leírod, rögtön rossz, hogy miféle apa az ilyen? És én azért mondom, nekem egy nagy isteni kegyelem volt az, hogy nekem jött. De éppen azért, mert jött, emlékszem rá, hogy mennyire féltem. És ez viszont például benne van a versekben, hogy mi van, ha nem jön. Mi van, ha nem jön, ezt nem lehet generálni, ezt nem... Egy együttjárást, egy ilyen kezdődő szerelmet, egy megbékélő, jó lesz ez nekem, hát olyan egyformák elélünk vagyunk. Elélünk mi, azt lehet. Gyerekkel nem. Mondjuk arra is szokták mondani, hogy az apáknak sokszor később jön meg ez az érzés, amikor a gyerek már viszonozni tud valamit bele, amikor már lehet vele focizni, szokták mondani a fiús apáknak, amikor már nagylány lesz és odabújik hozzád, és ez egy egészen másik érzés. Tehát ez is alakulhat nyilván, tehát nem kötelező, hogy az első héten meg legyen. Ez nőkkel is meg. De ez a nőkkel is meg, és az drámaibb. Drámaibb, és mondjuk akár vezethet depresszióhoz, de nem feltétlenül ez vezet hozzá, de vezethet. És hogy ezek ugye mind lehet, hogy akkor rengeteg elintézni való van még a lélekben. Akár a szülőkkel. Meg ugye iszonyú, ha már ebbe belekeveredtünk, iszonyú nehézé teszi az ezzel való foglalatosságot, ezzel a problémával való foglalatosságot, hogy van egy elvárás, egy nagyon erős társadalmi nyomás, hogy milyennek kellene. Így van. És minden, ami nem ilyen, az téged stigmatizál. Erről valahogy te nem vagy rendben.
És hát innentől kezdve iszonyú nehéz elhinni azt, hogy ez úgy van jól nekünk ebben a családban, ahogy mi élünk. Mert lehet, hogy nekünk ez így komfortos lesz egy idő után, hogy be lehet ezt rendezni. Meg lehet, hogy másfél hónap múlva egyszer csak történik valami, egy mosoly, besüt a nap valahogy, és elindul valami, és kész. Így van. Hát mert a szerelem is ilyen, a gyerekkel is lehet ez ilyen. Volt hajdanában egy nagyon erős időszakod abból a szempontból, hogy rengeteg közéleti tárcát írtál. És ezt aztán szépen lassan, vagy egy pillanat alatt, de mintha elengedted volna. Eleged lett? Elegem is lett, meg a betegség. A betegség egy ilyen nagyon határozott cezúra. Az történt ugyanis, hogy megpróbáltam konfliktusokat kerülni, illetve valahogyan egy kiegyensúlyozottabb életet élni. Ma Magyarországon közélettel foglalkozni az tulajdonképpen a konfliktuskeresés maga. Ugye tele vagyunk gyűlölettel, tele vagyunk feszültséggel. Én most a múltkorában, tényleg, szerintem az már tényleg egy végletes dolog, előkerült a felvétel a Csollány Szilveszter egyik nagyszerű teljesítménye, és néztem a felvételt, és honvágyat éreztem abba az időbe. Ha időbe lehet honvágyat érezni, de miért ne lehetne, abban a valóságban, akkor mondom így, amikor ezt minden konnotáció nélkül direktben, tisztán lehetett nézni. Pedig azt az időszakot, az 2000-ben volt. Így van, nem is volt olyan régen. Azt az időszakot sem úgy éltük meg politikailag, közéletileg. Tehát ott is, emlékszel, elég erős csaták voltak. Utána jött az a nem lehet ellenzékben 2 évvel később. Tehát elég sűrű időszak. Ehhez képest én lehet, hogy megszépül, lehet, hogy ez már csak egy személyes rárakódás, egy nosztalgikus rárakódás, de én akkor most a felvételt úgy néztem, hogy én akkor úgy tudtam nézni egy sportközvetítést, hiszen nem tudhattam, hogy szegény Csollány Szilveszternek ilyen tragikusan rövid élete lesz, hogy minden megalkuvás nélkül, tiszta szívvel tudtam szurkolni. Nem mondtam, kellett azt mondani, hogy sportpolitika, hogy ilyen, hogy olyan, hogy ez van, hogy amaz van. Nem kellett semmit azt gondolni, hogy mondjuk a magyar válogatott, foci válogatottnak a szurkolsz, akkor igyekszel nem gondolni semmire, hanem nézed, ami a pályán van, és a többi. Semmi ilyen nem kellett. És valahogy ez az apróság megint arra hívta a figyelmem, hogy hát lassan zsigerekig hatol ez az egész, és szivárog le, mint valami méreg, mindent áthatolva, és nincsenek alapok, és nincsen semmi konszenzus, és ez akkor borzasztó, ha mondjuk nekem kifejezetten sok, hála az égnek, különösen a régi időkből olyan barátom van, aki konzervatív gondolkodású, és a konzervatív gondolkodása természetesen nem jelenti azt, hogy mondjuk a mai hatalom különböző ügyeivel feltétlenül egyetért, de mondjuk ez a konzervatív értékrend, ez azért dominálja az életét. És kifejezetten sok esetben sikerült megőriznem a diskurzust, a jó viszonyt, sőt, együtt tudunk dolgozni. Mindkettőnket mindig számon kérik, hogyha véletlenül csinálunk együtt adott emberekkel valakit, és most azért nem mondok neveket, mert nem akarom őket azzal rögtön stigmatizálni, hogy ők akkor... Hogy tudsz vele együtt dolgozni? Hogy képzeled? Hát... Igen. Mit hogy képzelek? Hát 35 éve ismerjük egymást. Miután erről ugyanebben a műsorban beszélgettünk, akkor én hozom erre a példát, Hobó és Vigyánszky Attila. Hobónak az összes estjét Vigyánszky Attila rendezi 35 éve valóban. És akkor most rendre megkapja ugyanezt a kérdést. Hogy tudod ehhez adni magad? Mihez adok magam? Hát ez az ember az emberem, ő rendez. Így van. Hát ezt... Néha ez ennyi. Néha ennyi, és csak azt nem értem, hogyha vannak ilyen magok, már pedig sok van, akkor ezeknek hogy nem lehet először a szűkebb környezetben hatásuk, és aztán tudom, hogy ez nagyon naív, amit most mondok. Na de hát mégiscsak alulról kellene annak indulnia, hogy kénytelenek vagyunk valahogy, tehát nem lehet passzív ellenállásban egy életet végigélni, nem lehet egymással örökké nem beszélni. Lehet, csak pusztító. Pusztít. Az biztos, hogy pusztító. Lelket biztos megeszi. És igenis van, tehát hogy kellene, hogy legyen közös alapunk. Tehát ez nem igaz, hogy nincs. Azon gondolkoztam, hogy készültem erre a beszélgetésre, és számtalan olyan dolgot nem hozom most szóba, mivel készültem, hogy
Vajon merre mész most? Mert hogy én azt gondolom, hogy egy nagy közös élményből kezdtél el írni. Tehát az első regényeid valami ilyenről szólnak. És a regényeid is egyre személyesebbek voltak, egyre szűkebben rólad szóltak, és azt mondom, és itt vannak ezek a versek, amik meg a teljes pőreség szinte. Hogy lehet ezt folytatni? Hát vissza a tölcsérbe, egyre szélesebben megint? Igen, igen, ez a valami népiben van egy ilyen, hogy vissza a tölcsérbe egy kicsit, és ezt az utat talán fogom tudni folytatni. Kifejezetten sok dolgot tapasztaltam most így, ha már a közélettől elfordultam, akkor a személyes oldalról. Mondjuk olvastam tanulmányokat, bírósági jegyzeteket, sok mindent arról, hogy mi történt a 40-es években Kelet-Magyarországon, a szülőfalumban. Azért kezdett el érdekelni, mert engem nagyon megviselt a Covid alatt ez az értelmiség és művészvilág elleni kirohanás. A menjetek el kapálni kezdetű mondatok. Más is dolgozik. Mondták azok, akik gyakran soha egy kapát az életükben, kezükben nem fogtak. És ezt nem abból az arisztokratizmusból mondom, hogy én fogtam eleget. Nem. Éppen ellenkezőleg. És kifejezetten sok mindent találtam, de ami legérdekesebb volt, és különös módon megint a személyesség felől a legjobban megviselt, hogy mondjuk periratokban kiderült, hogy azok a agitátorok, vagy bandavezérek, akik mondjuk igazságosztó hordákat verbúváltak a 40-es évek második felében, és értelmiségi foglalkozásokat, zsidó, nem zsidó honfitársakat, keresztény nővéreket vertek, mert az igazság, a vélt igazságuk nevében, azokat az embereket én ismertem gyerekkoromban. Ott ültek a padon, jóságos bácsikák voltak. A történelem itt van, a bőrödön, te vagy az, te viszed tovább, a te történeted az, a te piti történetet teszi hozzá, rakja el, tévedések, félrenézések, mikrosértettségek viszik el, hogy aztán egy ember odasodródik ahová, és indul el egy teljesen másik élet, és ezeket próbáltam valahogy így egymás mellé rakni a valami népiben, és egy kicsit érdekes ez, mert ugye emlegettem a Ferdinánd hidat, azt, aki nem budapesti, nem szokta tudni, mert nem egy folyón megy át. Ugye a nyugatihoz bejövő sínek hadán keresztül ível. Alatta, mint egy aluljáró, bejössz egy pillanat alatt, és megérkeztél a fővárosba. Mint egy ilyen, nem is tudom, mint egy ív, diadalív. Beérkez, és megérkeztél. Én azon álltam, amikor beteg lettem, és oda visszamentem, és ott álltam, és néztem az embereket utána, és ahogy bejönnek és szétszélednek a világban. És hát ez azért mégiscsak metaforikus, nem? Tehát a Dél-Alföldről jön a vonat, bejön abba a kapuba, megérkezik, és akkor ott van. És ez olyan, hát egy ilyen felnövelt metaforaként fölkerült a regényre is, tehát hogy vagy a könyvre, a novellás kötetre, mert a Baranyai Andi is ezt rajzolta meg, hogy a Ferdinánd hídon állva nézed, kortalanul még nincs ott a nagy áruház, a kortalanul a nyugat, itt mögötte az országház, és akkor ott van egy város látkép, ahová, hogyha készülsz lélekben is, megérkezhetsz, amikor először betoppansz. Nincs rossz érzésed, ha fölmész a Ferdinánd hídra? Hát azért nem szeretek ott mászkálni, gyalog nem is olyan nagyon üdítő. Na nem azért, hanem az előélete miatt. Igen. Kénytelen vagyok ott mászkálni, mert ott lakom, ugye, és hát mint egy, ugye a sinek ezt a várost legkülönbözőbb módokon keresztül szelik, mint egy folyó, úgyhogy kénytelen vagyok. Nem azért, nekem nem ebben telik a hétköznapom, hál' Istennek, hétköznapjaim, tehát most ugye egy lelki leltárról beszélgettünk, ennek az ürügyén. Igen. De nem, ezt a leltározást sem tudom ilyen intenzíven végezni mindig, tehát nem lettem se bölcsebb, se az életem nem lett magasabb rendű, se tapasztaltabb nem vagyok, nem kezelem a konfliktusaimat érettebben, vagy amennyivel előrébb jutottam, az a korra jár. Igen, az meglepett 45, de amikor itt a névjegyedet hallgattuk, láttuk, te is vágtál egy grimaszt. Hát, és ráadásul úgy van ugye, hogy január van, tehát ez a 45 se sokáig van már. Na jó, ez igaz. Azt mondod, hogy ez nem lettél meg, az nem lettél meg, ama az sikeres költő, az megint lettél viszont.
Mert hogy lehet, hogy az első verses köteteidnél, ugye az első köteteknél az ember mindig csalódott, mert azt hiszi, hogy akkor most a nyugatot bezúzzák, mert új korszak kezdődött, és nem zúzták be a nyugatot, viszont ez meg zajos sikert aratott. Mondasz egy verset? Képzeld el, hogy arra gondoltam, hogy akkor még egy legújabbat hoztam neked, mert hogy mondtad, hogy hozzak. Igen. Hoztam egy januárban született meg sem jelent? Friss darabot, még meg sem jelent, kérlek, és megtiszteltetés. Lehessen itt a premierje, és egy kicsit ahhoz, nem, nagyon ahhoz kapcsolódik, amiről beszéltünk, meg a januárhoz is, meg az új évhez. Egy Nagy László parafrázis, áldja meg az Isten. Áldja meg az Isten az álmom. Akadjon takaró, ha fázom. Az életem ne vegye készpénznek. Érezze azt, amit én érzek. Szeresse bennem is a kétejt, és ez legyen az, amit elképzelt. Bocsássa meg minden vétkemet. Ragasszon össze, ha szétesek. Szerelmünk lehessen reményből. Tegyen el parást a hevéből. Szentelje meg, amit meg lehet. Szeressen mindig, ha megszeret. Ne húzzon mindenre tegnapot. Elég, hogy elmondta, meghalok. Suttogjon valamit néha nap. Kellenek nagyon a végszavak. Hú, de szép volt. Megköszönöm. És köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm, hozzám. Meghívtál. Öröm volt szokás szerint. Grecsó Krisztiánt látták az előző majd egy órában, itt a húzósban. Nézzenek minket legközelebb is. Viszontlátásra.